Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Five Tribes. A Days of Wonder kiadó utolsó nagy dobásainak egyikeként jelent meg 2014-ben a Nakala Dzsinnyei alcímű, az 1001 éjszaka meséinek világában játszódó társasjáték. A helyi törzsek irányításával befolyásra teszel majd szert, a játék végi pontozásban pedig kiderül, melyikőtök lett a városállam mindenható ura. A városállam egy 5x5-ös hálóba lerakott lapkákból áll, minden lapkán különböző színű meeple figurákkal. A Mancala mechanizmusához hasonlóan köröd során egy ilyen figuracsoportot veszel fel, és minden lépésnél leraksz egyet-egyet közülük az útvonalatba eső egy-egy lapkára. Ahova az utolsó figurát rakod, ott a lapka típusától és az ott lévő más figuráktól is függően pontokat vagy erőforrásokat kapsz. Ez az egyszerű mechanizmus azonban azzal van megkeverve, hogy a kör sorrendért licitálni fogunk, és a közös tábla a többiek akaratától is függően folyamatos változásban is lesz. Amellett, hogy a legjobb lépést akarod végrehajtani, arra is figyelned kell, azzal nehogy a következő játékost hozd kihagyhatatlan helyzetbe. A rendkívül sok lehetőség adja a játék savaborsát, de ez okozza annak legnagyobb negatívumát is. Mivel mindig létezik optimális döntés, aminek megtalálása nem könnyű feladat, a központi tábla állandó változása miatt ráadásul szinte lehetetlen előre tervezni, így az analízis-paralízis miatti holtidő nem elhanyagolható tényező. Ahogy az sem, hogy bár gyönyörű a játék megjelenése, a hangulatot így tökéletesen hozza, de ez egy teljesen absztrakt, számolgatós társas, melynek során ráadásul fogalmat sem lesz arról, ki áll nyerésre. A BGG 67. helyezett játéka okos, változatos, számolgatós játékélményt ígér. Értékelésem átlagos, de szerethető játék.